Na szóval, sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban! Ismét itt vagyok egy reakció videóval, és hát természetesen nem mástól hozom ezt a reakció videót, mint CC Creations-től, akinek a csatornáját megtaláljátok a leírásban, illetve a rögzített kommentnél. Mindenképpen nézzétek meg a csatornáját, mert valami fantasztikus az, hogy mit tesz elérhetővé, és konkrétan, ha valami bekerül a játékfájlok közé, akkor nála látjuk legelőször. Ha valaki megnézte már a decemberi roadmap-et, akkor az észrevette, hogy december 20-ra az van kiírva, hogy két új társ, vagy két új barát, és hát ez mi mást jelentetne, mint két új lovat. Az a jó hírem, hogy nem varázslovak lesznek, ez minden nem varázsló kedvelőnek. Aki viszont szereti a varázslovakat, nem kell aggódni, hiszen jövő héten, azaz december 13-án. A varázsló kedvelőknek viszont nem kell aggódni, mert jövő héten, azaz december 13-án érkezik be a mézes kalácsló, illetve a téli utazó ló, akik megtalálhatók lesznek a téli faluban egészen január első szerdejáig. Ezek a lovak, akiket most fogunk megnézni, tudtam, hogy bent fognak maradni a játékba. Nem is nagyon húzom tovább az időt, két újra színezésről lesz szó, illetve egy új állatról, illetve új felszerelésekről. Ha valaki újabb lenne a csatornám, vagy csak először találkozik a kis reakció videóimmal, akkor egy hatalmas nagy spoiler warning, úgyis három helyen lehet látni jelenleg a képernyőd. Ez egy spoileres videó, ez annyit jelent, hogy ez a tartalom még egyelőre nincs bent a játékban, szóval ha nem szeretnéd magadnak lelőni addig, ameddig hivatalosan be nem teszik, akkor ezt a videót nem ajánlom neked. Szóval mielőtt valami nagyon mérgesek lennénk, vagy valaminek nagyon-nagyon örülnénk, ne felejtjük el, hogy ezek még az utolsó pillanatig is változhatnak. Na, viszont kezdjünk bele. Egy töltőképernyővel. Egy töltéssel. Az egyik új ló az nem más, mint egy új izlandi, aki egy nagyon-nagyon szép sárgás szőrszínt kap. Nekem nagyon-nagyon tetszik, már látunk róluk spoiler képet, mind őróla, mind a másik lóról. Imádom, tényleg. Rettenetesen aranyos, rettenetesen jól néz ki, a szíjad háttal főleg. Meg alapból mostanában imádom az izlandikat a sörényük miatt, mert olyan kis dúsörényük van. Szerintem szintén nagyon-nagyon szépen dolgozta ki az SSO a szőrszint. Illetve hát azt kell mondanom, hogy ugye animációban teljes mértékben ugyanaz, mint egy izlandi, ugyebár ez egy új szőrszín lesz, tehát nem egy új fajta. Az biztos, hogy a játékosok számára megvehető lesz egyébként, úgyhogy attól nem kell tartani. Szerintem nagyon-nagyon szépen néz ki, és nagyon jól áll a fajtának. A másik ló az pedig nem más, mint az új Shire. Na most őszintén ezt a szőrszínt már láttam egy lónak, méghozzá a Lusitánnak van teljesen egyben ugyanez a sörénye. Nem néz ki rosszul, nagyon-nagyon tetszik, és most úgy veszem észre, hogy az almásderes lovakba teljesen beleszeretett az SSO. Szerencsére én is nagyon szeretem őket, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a ló is bejön a játékba. Értelemszerűen neki is az animációja teljes mértékben ugyanaz, mint a Shire-öknek, ugyanazt tudja, ugyanúgy van egy különleges járamódja. Szerintem csodálatosan néz ki. Illetve hát kapni fogunk egy yeti háziállatot. Nem szeretném lelőni a poént azoknak, akik még esetleg idén csinálni fogják a főszt... Hát nem is... Nem szeretném lelőni a poént azok számára, akik még idén fogják először megcsinálni ezt a küldetést. Egyébként valószínű, hogy ez a állat a adventi kalendáriumban lesz. Ha nem emlékeztek, az adventi kalendáriumot pedig nem máshol találjátok, mint a téli faluban a karácsonyfa alatt.
Egyébként valószínű, hogy 20. a környékén fogjuk ezt a vadállatot megkapni. És szeretném, hogyha észrevennétek, hogy egyébként ennek a háziállatnak valamennyivel nagyobb a mérete, mint a megszokottaknak, úgyhogy bízunk benne, hogy egy kicsit tudunk nyitni afelé is, hogy esetleg nagyobb állatokat kapjunk. Betty a Yeti. Miért is dugnád ki a fejed a nyeregtáskából, amikor szimplán be tudsz fuckózni odabent? Betty a Yeti bátran belemegy a jégviharba, bekuckózva a nyeregtáskádban. Vonzó. Új felszerelések, ugye már ezt láthatjuk is az új lófajtán, egy nagyon-nagyon szép éjszakai és holdas témát kapott. Természetesen ebből a szedből is megkapjuk az ezüst per arany változatokat. Új darab 3D outfit. Van két darab új öltözékünk, ami, ha jól látom, egy kobak lesz, és egy védőmellényes felső. Ezeknek még egyelőre nincsen textúrája, tehát nincsen rajta az, hogy véglegesen hogyan fognak kinézni, egyedül a modellje van kész. Lesz pompomos kobak védő sapka. Nagyon utálom a valóságban, viszont videóban szoktam látni, és ott szeretem. Illetve lesz egy francia sapka. Jaj, de jó. Oké, és tetszik. Nagyon szuper. És ebben a kis spoiler videóban, ami ugye, ahogyan láthatjátok, 3 perc volt, ennyit kaptunk. Írjátok meg nekem kommentbe, hogy nektek mi tetszik a legjobban ebből, és mi az, amit a legjobban vártok. Illetve, hogy fogtok-e az új két lóból venni. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. A legközelebben találkozunk, úgyhogy addig is, sziasztok!